Változó gyűjtemény, változó szakkönyvtár címet adtam ennek az előadásnak, ami Zsolt előadására visszautalva még egy szinttel kicsit lejjebb kell, hogy vigyük a fókuszt, és most a könyvtár működése, működtetése irányából fogjuk megközelíteni azt, hogy hogyan néz ki, hogyan kell meggyőződésünk szerint kinézzen egy változásmenedzsment folyamat, egy átalakulóban levő átalakulást megélő könyvtár életében. Ugye kiinduló pontként szeretném először megvilágítani azt, hogy mik azok a faktorok, amik a változás szükségszerűségét, szükségességét eredményezték az MMKI szakkönyvtárában. Elnézést rövidítve fogom mondani, mert már katona lévén szokva vagyok a hosszú rendszertani megnevezésekhez, de azt hiszem, hogy mindenkinek egyszerűbb lesz. Tehát az MMKI szakkönyvtára tekintetében a változtatás szükségességét egyrészt a különböző elmúlt években végbe ment szervezeti változások tették szükségessé. Csak a legfontosabbat emelném ki most ez esetben, 2017-ben került át a kutatóintézet alárendeltségébe, ekkor integrálódott a Magyar Művészeti Akadémia dokumentációs központ és szakkönyvtára, ami új szervezeti keret egyből funkcióváltozásokat is kellett, hogy hozzon a könyvtár életében. Ugye két telephelyen működik, ezt azoknak mondom, akik nem tudnák a könyvtárunk. Az egyik telepe itt a Vigadóban van, és ugye az akadémia alapszabályában is deklarált főfeladataként az akadémikusok életművének a gyűjtését, illetve ezeknek bibliográfiai feltárását és szolgáltatását végzi, illetve ugye a kutatóintézet mellett működő gyakorlatilag nettó kutatást támogató szakkönyvtár új portfólió, új elemekkel kellett, hogy bővítse ezt a portfóliót. Tehát ezek a funkcióváltások és szervezeti változások eredményezték azt, hogy egyfajta korszakváltás kellett, hogy bekövetkezzen tulajdonképpen ez év elején könyvtárunkban. Szeretném megvilágítani azt, hogy milyen változásmenedzsment eszközökkel igyekeztünk ezt a átalakítást, átszervezést végrehajtani. Tulajdonképpen működés közben kellett nekiesnünk ennek az átalakításnak, és hát ugye az a megtiszteltetésért, hogy ennek a projektnek a vezetőjeként nézhettem, illetve szervezhettem, vagy szervezhetem ezeket a dolgokat. Első alapvetésként azt gondolom, hogy minden hasonló esetben elengedhetetlen dolog a különböző meglevő szervezeti, működésbeli és egyéb problémáknak a feltárása, aminek az érdekében egy széleskörű problématérkép készült, és tulajdonképpen ez a működés minden területére kiterjedten igyekezett megragadni azokat a gondokat és diszfunkcionális helyzeteket, eseményeket, amik nyilvánvalóan javításra kellett, hogy szoruljanak. Ebből kiindulva, miután láttuk, hogy mik a problémák, létre kellett hoznunk egy olyan átfogó szakkönyvtári stratégiát, ami az új feladatokra fókuszálva újra pozícionálta gyakorlatilag a könyvtárak a működését, számba véve ugye a különböző erősségeket, lehetőségeket, és hát nyilvánvaló ebben a körben nem feszegetek újdonságot azzal, hogy természetesen a helyzetelemzést és szótanalízissel kellett, hogy kiegészítsük. El kellett készítsünk, illetve tartalmazza ez a stratégia a könyvtárnak a jövőképét, aminek igazából a mottoja talán egy mondatban annyival foglalható össze, hogy a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Szakkönyvtár egy olyan hely, egy olyan gyűjtemény, ami mindig valami meglepően újat ad. Ez volt az a vezérfonal, amit a jövőképünk elejére kitűztünk magunknak. És természetesen ennek megfelelően olyan átfogó célokat igyekeztünk megfogalmazni, amik egyrészt vállalhatók, végrehajthatók, és egybe csengenek az általunk felvázolt vízióval. Röviden az legfontosabb eleme ennek az átfogó célnak az az, hogy egy viszonylag elszigetelt, alacsony ismertségű szakkönyvtárból belátható időn belül egy széles közönség számára hozzáférhető, nagyobb nyilvánosságot kapó és értéknövelt minőségi szolgáltatásokat nyújtó szakkönyvtárt hozzunk létre az elkövetkező 5 éves időtávon belül.
Ugye a változásmenedzsmentnek fontos része az is, hogy a különböző kulcsterületeket meghatározzuk, pont azért, hogy kellő fókuszba kerülhessenek azok a beavatkozási pontok, ahol valóban erőt kell kifejteni, és ezek további feltételként a változás végigvitelében segítségünkre lehetnek, így a kulcsterületek meghatározására is értelemszerűen sor került. És a projektcélokban már kicsit apróbb léptékkel is meghatároztuk azt, jelesül 2 éven belül szeretnénk elérni a nyilvános könyvtári státuszt, illetve ezt megszerezni, ugyanis a könyvtárunk jelen pillanatban még ezzel nem rendelkezik, illetve 5 éven belül az országos szakkönyvtári elitklubba való bekerülést tűztük ki, és itt most mereztem a szemeimet az első sorra. Ugye ez a terület már korábban fókuszba került egy előző előadás során is. Ezek után értelemszerűen ugye a vízió az nagyon szép és jó, sok mindent lehet álmodni, papír mindent elbír, de természetesen a megfelelő forrásigényeket is le kellett írnunk, és meg kellett beszélnünk a vezetéssel, hiszen a megfelelő források biztosítása nélkül tulajdonképpen ebbe az egész projektbe öngyilkosság lett volna belekezdeni. Miután ugye konszenzusos alapon létrejött ez a stratégia, és ezt előterjesztettük a megfelelő döntéshozók számára, cselekvési tervet hoztunk létre, ami a már korábban említett módunk mentén bontakozik ki, tehát a művészetelmélet és módszertani szakkönyvtár egy olyan hely, ami mindig valami meglepően újat ad, és most a Rocky Horror Picture Show-s figyelemfelkeltés után áttérnék azokra a részletekre, hogy miként is próbáltuk mi ezt a változásmenedzsment folyamatot végigvinni. Ugye a projekt sikerének voltak bizonyos feltételei, ami nélkül tulajdonképpen ebbe az egészbe belekezdeni is dőreség lett volna. Ezeket fogom most kibontani az elkövetkezőkben kicsit részletesebben. Egyrészt ugye az erőforrások biztosítottsága az egy olyan alapvető feltétel, ami nélkül kudarcos lett volna ez az egész vállalás. Talán annyira nem kézenfekvőnek tűnik, de számunkra mindenképpen fontos volt a szakmai autonómia megléte és kihangsúlyozása, hiszen önálló döntéshozatal és szakmai döntéshozatal, hangsúlyozottan szakmai döntéshozatal nélkül egy ilyen beavatkozást egész egyszerűen nem lehetett volna megfelelő minőségben végigvinni. És hát egy nagyon fontos, és szinte mondhatom azt, hogy a nulláról újraépítésre kerülő terület is, amit itt harmadikként említek, de talán elsőként kellett volna, egy elkötelezett személyi állomány összeválogatása, összeállítása volt az, ami azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb sikerfaktort jelentette ebben az esetben, vagy legalábbis remélem, hogy jelenti. Most ezt úgy mondom, hogy gyakorlatilag egy fél éves működésre tudunk jelen pillanatban visszatekinteni. Nézzük az erőforrások oldalát. Ugye nagyon fontos, és talán nem mindenki számára egyértelmű, hogyha kedvező környezetben dolgozik, de az infrastruktúrás feltételek biztosítottsága az olyan alapvető tényező, tehát kell egy épület, amiben ugye tud működni a könyvtár. Nem árt, hogyha az az épület az megfelelő módon van felszerelve, berendezve, az elhelyezési körülmények is megfelelőek. Szerkesztői megjegyzés, a következő elrettentő képek azok nem a Magyar Művészeti Akadémia, Művészetelmélet és Módszertani Kutatóintézetének szakkönyvtárában készültek, de könyvtári környezetben. Nos, tehát ugye ilyen környezetben nem lehet olvasókat, felhasználókat fogadni, mint ahogy azt gondolom, hogy 2021-ben már azt sem kell különösképpen kiemelni, hogy igen, ez egy wifi antenna, a közepe celluxal van rögzítve, és van olyan hely, ahol ezen keresztül próbálják ellátni az olvasókat internet eléréssel. 2021. Ugye az infrastruktúrális feltételek biztosítottságához szükség van arra is, hogy megfelelő tárgyi eszközökkel tudjunk dolgozni. Kicsit retro visszatekintésként egy cédula katalógust hoztam én ide. Önök elé szintén van olyan könyvtár, ahol még ez működik, ugye mi nem ezt az irányt választjuk, és értelemszerűen ennél mi már csak feljebb fogunk törekedni. Természetesen az infrastruktúrális erőforrások megléte mellett olyan pénzügyi stabilitásra is szükség van, ami ugye a már említett, tehát a folyamatos működés megtartása, zökkenőmentes megtartása mellett lehetővé teszik azt is, hogy azokat a változásokat is végbe tudjuk vinni, amik a különböző értéknövelő szolgáltatások és új szolgáltatások kiépítését is lehetővé teszik. Egyrészt ugye a különböző beszerzések, előfizetések terén is igyekeztünk más
tehát a portfólió bővítésére. Másrészt pedig fontos dolog az, hogy ez is talán banálisan hangzik, hogy az irodaszer beszerzés ez milyen lényeges dolog, meg a fogyóeszközök megléte, de mondjuk amikor van egy döntéshozatal, aminek következtében egy bizonyos szolgáltatás kiépítéséhez teszem, az be kell szerezni 350-400 darab irattartó papucsot egy időben, vagy 5-600 darab könyvtámaszt, akkor ezek olyan aprónak tűnő, de egyébként egyben jelentős tételeket tudnak jelenteni, amikre fel kell, hogy készüljön az adott intézmény, amelyik egy ilyen volumenű átalakításba belevág. És hát újra visszatérek ugye a humán erőforrás fontosságához, amit igyekszem majd még jobban kiemelni egy önálló diál is. Szakmai autonómia területére rátérve, azért tartottam ezt különösen fontosnak kiemelni, mert a probléma térkép elkészítése során láttuk azt, hogy ugye két oldal együttműködésére van szükség. Egyrészt van egy vezetői döntéshozói oldal, másrészt pedig van egy szakember által vezetett oldal, és hogyha ez a két oldal között valamiféle kommunikációs gap van, tehát mondjuk a megértetőség hiánya, az a másik oldalról teszem azt a kompetencia hiányát feltételezi, és ez a kettő találkozik, akkor az bizony ugye működési problémákhoz tud vezetni. Tehát nagyon fontos egy ilyen változásmenedzsment folyamat végigvitel esetében az, hogy nyílt kommunikáció legyen, és ez az egyik elsődleges alapvetésünk volt a közös munka megkezdésekor, tehát ha valami hülyeség, akkor az hülyeség. Az legyen kimondva mindenki részéről, legyen az vezető, beosztott dolgozó, gyűjteménykezelő, bárki, ugyanis lehet látni olyan aspektusokat, amit teszem azt egy vezető számára nem annyira észrevehető, és ez fordítva is tud működni. A hibák felismerése és elismerése az egyik alapvetése volt annak, hogy a kölcsönös bizalmat ki tudjuk építeni. Tulajdonképpen a változás menedzsmentben, illetve ebben az egész könyvtári átalakításban résztvevő összes szereplő számára. Nagyon fontos kiemelni, ami talán evidencia kellene, hogy legyen, de szerintem mindenképpen önálló a szót érdemel, az a fajta döntéshozatali szabadság, ami a szakmai vezető számára meg kell, hogy legyen adva. Tehát olyan környezetben változásokat generálni, végigvinni és sikerre hozni, ahol teszem azt felsővezetői kompetenciaként tekintenek arra, hogy a deziderát, a jegyzéket azt önmaga egyenként és címenként ítélje meg, amit már egy könyvtervezető letett elé az asztalra, tehát ez nyilvánvalóan nem egy működő út. Ezért kellett ezt kiemelni, hogy a döntéshozatali szabadság az meg kell, hogy legyen egy ilyen projektmenedzser számára. És hát ugye visszatérve az anyagi forrásokhoz is, ugyanakkor meg az erkölcsi oldalt is, illetve a informális és kapcsolati tőke felhasználása tekintetében is fontos dolognak látom azt, hogy legyen meg az a magától értetődő fenntartói támogatás, ami ennek az egésznek a flow-ját tudja biztosítani, mert ez is egy nagyon fontos komponense a szakmai autonómia résznek. Nos, sokat hangsúlyoztam, szakember állomány összeállítása és újrateremtése volt az egyik legfontosabb tevékenységünk az elmúlt fél évben. Miért is hangsúlyozom én ezt ilyen sokat? Ugye két telephelyen működünk, a két telephely eltérő csoportokat szolgál ki. Ugye itt a Vigadóban elsősorban az akadémikusok, illetve az akadémikusoknak az életműveit kutató érdeklődők kiszolgálását végezzük, míg ugye a kutatóintézet mellett a kutatás támogatás az elsődleges feladatunk. Földrajzilag is különböző helyeken működünk, és hát értelemszerűen ugye a több telephely és a kis létszám az valami olyan irányba vitte a mi gondolkodásunkat, hogy egyfajta szuperhumán könyvtárosokat kellene nekünk itt leigazolnunk, hiszen nem árt, hogyha a lehető legtágabb könyvtári munkafolyamatok minden területéhez értő könyvtárosokat sikerül leigazolnunk, és hát vannak olyan kulcskompetenciák, amiknek egyszerűen nem tudunk róla lemondani. Ugye a meglevő személyi állomány esetében nagyon fontos volt az, hogy legyen egyfajta beágyazottsága azoknak a személyek, annak a személynek, aki itt egyfajta kontinuitást tud számunkra biztosítani. Ugye a régi
változás előtti időszak és a változás célzó, illetve a változást megélő kollégák között egy nagyon fontos kulcs és híd szerepet tud betölteni. Ugye nagyon fontos az, hogy több különböző könyvtári szakterületen jártas legyen valaki. Nem árt, hogyha adott esetben az informatikai tudása az mélyebb, és egyfajta informatikai vagy IKR-es rendszergazdaként is tud működni, de teszem azt ért mondjuk a távoktatási tartalmak fejlesztéséhez. Aztán az is jó, hogyha innovatív könyvtárosokkal vesztük magunkat körbe, akik kellő dinamizmussal tudják továbbvinni a vezetői elképzelést, és új ötletekkel járulnak hozzá ahhoz, ami ezt az egész fejlesztést és átalakítást jellemzi. És hát ugye az sem árt, hogyha olyan a közszférában, a közszféra több különböző területén edzett kollégát is sikerül leigazolnunk, aki mondjuk ért az oktatási területhez, nagy isten közigazgatási tapasztalata is van, vagy esetleg olyan közgyűjteményi szférára is van rálátása, ami nem feltétlenül a könyvtári területet jelenti. Egyszer egy ilyen féltréfás motivációs beszéd során említettem azt, hogy tulajdonképpen ezek a tulajdonságok értelemszerűen egy könyvtárosban vagy kettőben nem találhatók meg. Tehát nekünk valami olyan szupercsapatot kell ebben az esetben építenünk, akinél ezek a komponensek lehetőleg nagy koncentrációban, de úgy megvannak, hogy egymást kiegészítik, és egyfajta mozaikként összeállva tudják ezt a győztes csapatot végigvinni ezen a változás útján. Azt gondolom, hogy rátérhetnénk talán arra, hogy az elmúlt fél évben milyen eredményeket és milyen változásokat generáltunk, és milyen eredményeket sikerült elérni. Most tényleg csak dióhéj van, mert szerintem lassan az idő is elkezd szorítani. Tehát egyrészt ugye az alapdokumentumokat korszerűsítettük, az elmúlt éveknek a nagyon sok szervezet és funkcióbeli átalakításához hozzá kellett igazítanunk azt, hogy tényleg azt szerint működjünk, mint ami a valós elvárás és feladatrendszer. Ugye a személyállomány feltöltéséről most már több szót nem vesztegetek, azt gondolom ezt elég alaposan körüljártuk, de ez egy kulcsmomentuma volt az egész átalakításnak. Az elmúlt fél évben mind a két gyűjtemény rész esetében egy teljes körű állományrendezést sikerült végrehajtanunk, ami az apasztás is magába foglalta. Nagyon nagy munka van mögöttünk ilyen szempontból, viszont sikerült egy olyan profiltisztítást végrehajtanunk, ami az új gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően valóban megfelelő fókuszra helyezi a hangsúlyt a gyűjteménymenedzsment terén. Új beszerzési forrásokat is igyekeztünk kiépíteni. Itt különös tekintettel a Széchenyi Könyvtár Széchenyi Könyvtárban dolgozó kollégáinknak tartozunk köszönettel, hiszen egy elzárt és kevésbé ismert szakkönyvtár oldaláról ezek a beszerzési források, mint a köteles példányszolgáltatás, illetve a fölös példány kiaknázása nem feltétlenül működött kellő hatásfokkal. Igyekeztünk bővíteni a szakmai kapcsolatainkat is, különös tekintettel a társgyűjtemények irányába, nyújtjuk ki a csápjainkat, és azt gondolom, hogy hát ennek az egyik nem kicsi eredménye az, hogy mi most a mai nap itt lehetünk, és ez gyakorlatilag át is vezet arra, hogy olyan tartalmas könyvtári és könyvtár szakmai programokat szervezünk, és fogunk szervezni a jövőben is, amivel sikerül egyrészt a mi könyvtárunk ismertségét a szakmán belül is kicsit növelni, másrészt pedig olyan kapcsolati hálót igyekszünk kiépíteni, ami aztán kölcsönösen tudja támogatni, és talán egy irányba nézünk ilyen szempontból. Rózsa Dávid főigazgató úrral is, ugyanis pont a szünetben beszéltünk arról, hogy ugye a szakkönyvtári seregszemle mintájára a művészeti könyvtárak területén is érdemes lenne találni győszönként adott esetben, de most itt Kocsis igazgató úr irányába tekingetek, ezen a helyszínen egy ehhez hasonló évenként ismétlődő programot megszerveznünk. A tervekre visszatérve, mert ugye eddig beszéltem arról, hogy mit csináltunk, de miért is csináljuk mindezt, csak hogy önmagamat ismételjem, tehát a két éves időtávban a nyilvános könyvtári státusz elérése az elsődleges célunk, 5 éves időtáv tekintetében pedig az országos szakkönyvtári elitklubba való bekapaszkodás,
Ugye ennek egyfajta melléktermékeként ki kell emelni azt is, hogy ez értelemszerűen a minőségbiztosítási folyamatok bevezetése és kellő szervesítése nélkül nem valósulhat meg, tehát a minősített könyvtári cím irányába is kikacsingatunk, de ez még szintén a jövő titka lesz, hogy ezt milyen sikerrel fogjuk tudni megtenni. Ennyiben szerettem volna összefoglalni a Kutatóintézet szakkönyvtárának a eddigi elmúlt fél éves tevékenységét, sűrű fél év van mögöttünk. Ne vegyék cinizmusnak, de ilyen szempontból talán kijelenthető az, hogy a Covid a mi jelenlegi háttérmunkánkat azt nagyban segítette azzal, hogy ugye elég sokáig be tudtunk, illetve zárt ajtók mögött tudtunk dolgozni. Mindenesetre ez adott egy olyan fort számunkra, hogy újult erővel és újult szolgáltatásokkal várjuk az érdeklődőket és az olvasóközönséget. Köszönöm szépen a figyelmüket!